hvg.hu Facebook csatornáján. Rögtön helyesbítésre szorulunk, hiszen nem indult még el az idei Pride menet, de percek választanak el attól, hogy elinduljon innen a Városligeti Fasorból, a Kodály köröndön és az Andrássy úton keresztül egészen a Kossuth térig fognak haladni azok, akik eljöttek most. Idén először egy hónapon keresztül tartott a Pride hónap különböző rendezvényekkel, és ahogy az lenni szokott, a rendezvény sorozat végén egy felvonulással záródik ez a korábban hét, most hónap. Idén újra kordonok között fognak vonulni azok, akik eljöttek. Tavaly ugye az út felétől kordonok nélkül haladhatott a tömeg, idén újra a rendőrség kordonokkal szeparálta el a vonulókat mindenki mástól. Különböző szervezetek, ha jól tudom, még bejelentett tüntetést is
létrehoznak itt a Pride ellen, különböző helyeken. Nagy kérdés, hogy botrány vagy feszültség nélkül zajlik-e majd le az idei Pride. Egyébként a Kossuth téren záródik a program, és este pedig a parkban lesz koncert a Pride résztvevőinek. Itt most meg fogjuk várni, amíg elindul majd a tömeg, és természetesen majd jelentkezünk, hogyha bármi tudnivaló van a helyszínről.
Thank you.
Karlik Szintiával, aki az egyik főszervező. Szia! Szia! Kicsit késésben vagyunk. Igen, egy kicsit nagyon sokan jönnek, és mindenhol beléptetünk, és ez igen, ez egy kicsit időigényes, de azon ez nagyon klassz. Elmondtam én, akik néznek minket, hogy idén újra a kordonok között fog haladni a Pride, ez így is marad? Pedig ez nem igaz, tehát az ellentüntetőket kordonozzák tudomásunk szerint, ők az ő demonstrációikat zárják kordonok közé. Azt gondolom, hogy ez így helyes, mi ezt is kértük a rendőrségtől. Mi minden ponton beléptetünk, jelenleg is ezzel foglalkoznak a menetkísérő csapataink is. Lehet, hogy emiatt egy kicsit lassabb, de mindenkitől a türelmet és a megértést kérünk, mindenkit be fogunk engedni, aki szeretne bejönni. És végül, mert tudom, hogy sietünk, hiszen hamarosan elindult tényleg. Hogy van-e olyan fókuszpont, ami az idei Pride-nak egy ilyen fontos eleme volt? Igen, azt gondolom azt, hogy merjünk nagyot álmodni, és merjünk egymással megosztani az álmainkat, és tegyünk érte közösen. És azt gondolom, hogy ez maximálisan megvalósult mind a Pride hónap során, mind itt a felvonuláson. Oké, Karik, szépen, köszönöm szépen! A Budapest Pride felvonuláson. Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk Stonewallra, azokra az első bátrakra, akik azt mondták, hogy elég a hallgatásból, elég a megaláztatásból, elég az elnyomásból. Azért vagyunk itt, hogy tiltakozzunk a közösségeinket érő egyenlőtlen bánásmód és társadalmi kirekesztés ellen. Tiltakozzunk az ellen, hogy szeretteinkkel alkotott életközösségeinket az állam nem ismeri el családot. Hogy nem nevelhetünk gyerekeket jogbiztonságban. Tiltakozunk, mert transznemű társaink nem és névváltását ellehetetlenítették. Mert a rendszeres zaklatásnak, megaláztatásnak vannak kitéve, mert nem dönthetnek autonóm módon az életükről. Tiltakozunk az ellen, hogy az LMBTQ gyerekeket az oktatási rendszer magukra hagyja. Nem védi meg a szekálom iskolatársaktól, és elhinteti velük, hogy nem teljes értékűek. Tiltakozunk az ellen, hogy a kormányunk nemhogy tenne az LMBTQ embereket érő diszkrimináció és gyűlölet ellen, hanem bátorítja azt. Pedig higgyétek el, hogy a parlamentben ülőknek is vannak LMBTQ gyerekei és barátai. Azért vagyunk itt, hogy lássanak minket az emberek. Bárki csatlakozhat a felvonuláshoz, aki jó szándékkal érkezik. Ha a társadalom nagy része ismerni fog LMBTQ embereket a saját családjában, baráti körében vagy a munkahelyén, sokkal jobb lesz Magyarországon LMBTQ embernek lenni. Mi mind veletek együtt ezért teszünk nap, mint nap. Előbújunk, beszélgetünk. Kérdezzetek meg LMBTQ embereket, és azt fogják mondani, hogy megérte előbújni. Mert szabadon önmagunknak tenni a legfontosabb dolog, amit magunkért megtehetünk. Azért vagyunk itt, mert így szeretnek és elfogadnak minket, mint egy jó családban. Itt nincsenek rosszalló tekintetek, nincsenek beszólások. Itt olyan emberek vannak, akik tudják, hogy milyen LMBTQ embernek lenni, és itt olyan emberek vannak, akik elfogadnak minket. Azért vagyunk itt, hogy ünnepeljük magunkat. Ünnepeljük a bátorságunkat, amiért merünk önazonosan élni. És ünnepeljük azokat, akik kiállnak mellettünk és támogatnak minket. Azért vagyunk itt, hogy zenével, tánccal ünnepeljük a közösségeink sokszínűségét és a szeretetet, amelynek egyetlen törvény sem szabad gátat. Ahogy mindig, ma is a Budapest Pride járműve vezeti a felvonulást. Köszöntsétek azokat, akik idén járművel vonulnak velünk. Itt van a QRTV, Bakszarom, a Roma LMBTQ közösség és a Háttér Társaság közös kamionja. Velünk vannak az antifasiszták a homofóbia ellen. Éves a fesztivál. Igen, ez egy kedves, én régóta vonulom, mondja. Igen. A BP itt van velünk. Ide érkezett Los Angelesből a P-Flag egyik képviselője tuk-tukkal, és őt kíséri támogató szülők csoportja, és
a Mű Rocsice lengyel szülői csoport is velük van. Itt van az MTV Viacom teherautója. Itt van a Cargo Blaster poliamória szekér. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a Nyitottak vagyunk teherautója is. Köszöntsétek a csoportban vonulókat is. Amnesty International Magyarország. Debrecen Pride. Labrisz Leszbikus Egyesület. Az LGBTK. Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Miskolcról Mi Más Egyesület. A Momentum Mozgalom. Az MSZP. A Párbeszéd Magyarországért Párt. Szegedi LMBT közösségét csoport, a Poliamória Magyarország, a Pride Printers, a RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli Medendékhely, a Zöld Front Ifjúsági Mozgalom és a Vegánok! A nagykövetségek képviselőit is. Egy szolgálati közlemény, légy szíves, hogyha elindulunk, figyeljetek, vigyázzatok magatokra és egymásra, mert a teherautók bár nagyon lassan közlekednek, jobb elkerülni a baj. Innen a Kossuth térre fogunk menni, ahol beszédet fogtok hallani, utána pedig remélem sokatokkal találkozunk az esti Rainbow Party-n, ahol belép Conchita Wurst. Ne felejtsétek el, hogy nagyon korán elkezdődnek a koncertek, tehát 6-kor nyitja a kapuit már a Budapest Park, és 9-től lép fel Conchita. Boldog békés Pride-ot mindenkinek!